Minden költségvetés tervezésekor előkerülnek olyan kérdések, melyek a működés gazdaságosabbá és észszerűbbé tételét célozzák. Így volt ez az idei esztendőben is, és ez vezetett a most meghozott átalakításhoz, mondta a Peszofer Ágnes, Tolnaváros polgármestere. Néhány évvel ezelőtt átszerveztük az úgynevezett városműködtetést, intézményműködtetési feladatokat. Akkor ez jó ötletnek tűnt, és akkor per pillanat egyébként jól is működött. Az élet úgy hozta, hogy akár humán erőforrás hiányában, akár gazdasági megfontolásból is most felülbíráltuk a korábbi döntésünket, és arra az elhatározásra jutottunk, illetve jutottam én, mert hogy ezt a döntést is a képviselőtestület helyett a polgármester hozta meg, ugyanúgy, mint az elmúlt hónapokban az összeset. Arra az elhatározásra jutottam, hogy egy kézbe kéne a klasszikus város működtetési, város üzemeltetési feladatokat vonni. Ez azt jelenti, hogy a korábbi Telena Kft. Önkormányzati csoport, közcélú foglalkoztatással foglalkozó embereket, azokat, akik a város foglalkoztatásában vannak, csak a közfoglalkoztatottakat irányítják, illetve azokat az embereket, akik korábban a Tolnai Intézmény működtető központnál dolgoztak, és részben takarítási, részben pedig intézmény működtetési feladatokat láttak el, értem ez alatt például a karbantartást. Ezeket egy kézbe kéne hozni. Az előzetes egyeztetések után született meg a döntés arról, hogy mindezek a feladatok a jövőben a Város Gazdasági Társaságának felügyelete alá tartoznak majd. A döntés közel 30 munkavállalót érint, igaz csak szervezetileg, hiszen egzisztenciális hátránya senkinek sem származik a változásból. Tehát most a Telena Kft. Lesz a jövőben, tehát pontosan február 15-e óta, az a cég a város életében, aki foglalkoztatja a közfoglalkoztatottakat, az úthidkerhető kezeli, tehát a járdák és az utak felújítását, a csapadék elvezető árkok tisztítását, a zöld felületek karbantartását, szemétszedést, illegális hulladéklerakók megszüntetését ellátja, illetve azoknak a létesítményeknek az üzemeltetését, és itt a karbantartásra és a takarításra gondolok, amelyek például a városi sportcsarnok, vagy a maga városház épülete, tehát itt is most már a Telena Kft. Munkatársai dolgoznak. Ez a konyhanyelvre lefordítva tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugyanazokkal az emberekkel látjuk el a feladatot, akik eddig is ezekben a feladatokban dolgoztak, de ezek most mind a Telena Kft.-hez kerültek áthelyezésre. Én azt remélem, hogy sokkal hatékonyabban tudnak feladatot ellátni, hiszen nagyon intézményvezető úr, aki korábban intézményvezető volt, és nem titok, hogy ő lett a Telena Kft. Ügyvezető igazgatója február 15-től, értelemszerűen az intézményvezetői helye így megszűnt, és nagyon megvoltam én is elégedve a munkájával. A kollégáim is nagyon szeretik, Bauer Józsefről van szó egyébként, és én azt remélem, és azt is várom igazgató úrtól, hogy ugyanolyan lelkesen és ugyanolyan ambiciózusan fogja ellátni a feladatát a Telena Kft. Vezetésében is. Ennek az átalakításnak eredményeként még ez év tavaszán megszűnik majd az intézmény működtető központ. Az itt folyó gazdasági vezetés, mely a városi intézmények irányítását látta el, beintegrálódik a polgármesteri hivatal rendszerébe. Ezekkel a lépésekkel lényegesen olcsóbb és hatékonyabb működés érhető majd el, mondta Appelshofer Ágnes.